Szép szombatestét kívánok kedves nézőinknek, ez itt az Aktuális Extra augusztus 19-én, és ahogy már megszokhatták, mindig valamilyen közértekű témával jövünk. Minden szombaton képviselőkkel ma három témát fogunk érinteni, az óvodafejlesztéseket, a közbiztonságot, és végül, de nem utolsó sorban a képviselői feladatokat. Itt van velem a stúdióban Faragó Tamás képviselő. Jó estét kívánok, képviselő úr. Jó estét kívánok a nézőknek, és jó estét kívánok. És Ferenci Tamás képviselő úr, jó estét kívánok. Üdvözlöm Önöket és a kedves nézőket is. És ahogy ígértem, három téma. Az első témánk a közbiztonság, de most nem abból a tekintetből, ahogy eddig voltunk ebben a témában jelen, hogy milyen a városban, hanem inkább az, hogy hiány van a rendőrökből, sőt az iskola rendőrökből is. Gyöngyösön megfeszített tempóban dolgoznak a városrendészek, hogy a lakosok ne érezzék azt a negatív hatást, ami Gyöngyösön van. A gyöngyösi rendőrkapitányság viszont holnapig várja az új rendőrjárőrök jelentkezését, akik egy 10 hónapos képzés után munkába állhatnak. Az iskola őrök számát tekintve is csökkenés látszik, vármegyénkben 26 ilyen munkaviszony szűnt meg, 3 év alatt információink, több gyöngyösi iskola is jelezte, hogy szeptembertől csatlakozna az iskolaőrprogramhoz, mert szükség lenne rájuk. Mi javítana tovább a közbiztonságon és a megfelelő számú szakember, több kamera vagy súlyosabb büntetés kiszabása lenne az egyszerűbb, erről kérdezem a képviselőket. Akkor Faragó Tamás képviselő parancsoljon, hogy látja ezt? Itt volt nálunk egy hölgy a Heves megyei rendőrkapitányságtól, ő elmondta, hogy toboroznak, itt is hallhatta képviselő úr, hogy még most is lehet jelentkezni, és hogy az iskolákba is szeretnék ezt a biztonságot megteremteni iskolaőrökkel. Hát ugye a közrendnek a védelme az minden esetben ugye a rendőrségnek a feladata. De azt gondolom, hogy Gyöngyösön a városrendészet egy nagyon jó irányítással és egy nagyon jó csapattal egy nagyon pozitív munkát végez, ezúton is köszönöm nekik. Próbálják a városban azokat a hiányosságokat, amit a rendőr hiány okoz, ezeket orvosolni. Komplexan a véleményem erről a közbiztonságról az az, hogy hát megszüntették azt a rendőri pálya, életpálya modellt, ami ugye a nyugdíjak, a kedvezményes nyugdíjakkal kapcsolatban egy nagyon kecsegtető dolog volt, hiszen emlékszem én, mikor még fiatal voltam, és aki mondta, hogy elmegy rendőrnek, ugye az mindig azt mondta, hogy ne haragudj, de én sokkal előbb nyugdíjba fogok menni, mint te, és utána én különböző más feladatokat, munkákat el tudok végezni, és nyugdíjas leszek, tehát ez kecsegtett. Én nem irigylem más különben a rendőri munkát, nagyon sok ismerősöm van, hallottam, hogy azért ez nem egy leányálom, és hát most, nem, ha jól emlékszem, ilyen 200-250 ezer forint az alapfizetés. Ezért mondjuk a bűnözőket üldözni nem hiszem, hogy sokan vállalnák, mikor egy gyárban, vagy egy kőműves mellett is lazán megkeresik ugyanezt az összeget. Azt gondolom, hogy a társadalomban is inkább itt a szocializálódás folyamatában itt kicsit rátérve erre az iskola rendőrre, a szülőnek a felelősségére, hogy elég szomorúnak tartom azt, hogy iskola rendőrök kellenek. Tehát a mi időnkben nem kellett iskola rendőr, minden a helyén volt, tudták kezelni a gyermekeket. Amikor mi esetleg bármi negatívumot jeleztünk annak idején, amikor hazamentünk, akkor még otthon is megkaptuk a megfelelő beosztást erre a esetleg csíntevésre, amit elvégeztünk az iskolában. Úgyhogy szerintem itt kell valahol keresni a hibát, és én azt gondolom, hogy az oktatásnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez milyen minőségű, hogy valóban kell oda rendőr, vagy nem kell. Hallom, itt ugye úgy hangzott el, hogy az iskolák jelezték ezt az igényt. Hát igen, mert rengeteg a lopás, hát igen, mert ugye én kapcsolatban vagyok nagyon sok olyan emberrel, aki iskolában dolgozik, és jelzik azt, hogy rengeteg a lopás, rengeteg a nem bejárás, tehát tényleg valaki olyan férfi ember, vagy sok esetben vannak nők is ugye ebben a beosztásban, szükség lenne, aki rendbe teszi ezt a dolgot. Ez nagyon, nagyon szomorúnak tartom, hogy már ilyen szakaszban a gyermekeknél muszáj egy ilyen visszafogó erő. De azt gondolom, hogy az oktatásnak a minőségi javításával ezt mindenféleképpen lehetne orvosolni, és akkor nem lenne szükség. Elhangzott itt egy olyan mondat is itt a
felvezetőm végén, igen, hogy mi segíthetne a közbiztonságon még, hogy több kamera, fokozott rendőri jelenlét, fokozott városrendészi jelenlét, egyáltalán mi az, ami segíthetne, hiszen azért befutnak az információk önökhöz is, láthatjuk, hogy ez nem gyöngyösi jelenség egyébként. Ez most így országos jelenség, de most itt helyben gondolkodunk, hiszen érintettek, önök is találkoznak lakossági panaszokkal. Tény, szeretnék csatlakozni előttem szóló képviselőtársam, minden egyes szavát alátámasztom, és igazságokat és a gondolatait is abban is tudok azonosulni, mert tény, hogy ezek a felvetett dolgok, ami általa elhangzott, mind jelen vannak. A fejlődés irányát előbb említette egy szerkesztő úr, ezt a most épp hármat említett meg, kamera büntetési tételeknek a nem megfelelő súlyozottsága, mindegyik fontos. Mindegyik fontos. Ebből sorrendiséget nem is szeretnék én sem megállapítani, sem olyan mérlegre tenni ezt az egész lehetőség halmazt, mert azért van, de a városvezetésnek továbbra is célja, tehát mivel hogy ez egy olyan kisvárosi szinten olyan létszámú vagy darabszámú kamerával rendelkezünk, ami úgymond egyedülálló, tehát már 150 nagyságrendű kameránk van ebben, mobiltól kezdve sokféle, úgyhogy ilyen szempontból ezeket próbáljuk kihasználni. Na most általában itt ennek a jelentősége, mint ez már többször elhangzott, itt jó esetben tettenérés, vagy pedig a felderítés segítése és a rendőrség segítésére jó ezek, vagy alkalmasak ezek a készülékek, de ennek ennél szükséges. Mint látjuk, privát szférában magánemberek is számtalan próbálják a saját területeiket megóvni, vagy biztonságba tudni ezáltal. Na, és akkor itt van a létszámhiány, amiről belekanyarodtunk, itt az iskola őr, mert ez a helyes megszólítás, okay, sajnálatos módon. Ez tapasztalat, ez 2000-ben indult be, ez az egész, úgymond, hogy ilyeneket létezhetnek oktatási, vagy létrehozhatnak oktatási intézményekbe. Azóta jó páran próbálkoztak, mert ez egy egyszerű kis tanfolyammal elvégezhető, hozzáteszem amúgy. Hallottuk, hogy 10 hónap. Igen, amúgy jogkeren nem sok van, bár kényszerítő eszközt alkalmazhat, nem tudom, hát ez itt nem biztos, hogy jellemző, lehet, hogy vannak annyira renitens oktatási intézmények vagy iskolák, ahol ez szükséges az országban, hál' Istennek Gyöngyösön azért nem. Viszont nem is sokan igényelték Gyöngyösön, ezt tudom az előző évekből. Én például a saját körzetemet érintő iskolában is tájékozottam ez ügyben, hál' Istennek az egy viszonylag nyugodtabbnak mondható, jó, persze csíntevések meg apróbb dolgok történnek, de nem feltétlenül, hogy ez egy hatósági személynek kell lenni, mert hogy hatósági személy a iskolaőr is. És a rendőrséget beleszőve ebbe a dologba, ő náluk meg, megint csak, mint ahogy említett a szerkesztő úr, szintén hirdetnek folyamatosan itt a gyöngyösi kapitányság is. Viszont én beszéltem olyan elgondolkodó fiatallal, hogyha mondom, kérdeztem tőlem el, hogy ki van írva a hirdetés, hogy mennyi a fizetés. És mondom, hogy még 100 000-re többet adnának, még akkor is kérdőjelezte, mert olyan vagy nem érzi biztonságban magát a munkavégzések közben. Nem is a renitens elemektől, hanem egyáltalán maga az egész folyamat, amit lebonyolítanak most. Nem sokszor olyan értelmetlennek tűnő feladatokat látnak el, mert a végkifejlet meg nem csattan a végén az ostor, hogy így mondjam, mert valahogy a jogalkotás, igen, mert a jogalkotás így van, és sokszor hiába valónak érzik a munkájukat, ezáltal egy kicsit vissza is veti a cselekvő képességüket, meg az ösztönzést. Úgyhogy ezen nagyon el kéne gondolkozni az adott illetékeseknek, a felsőbb törvényhozóknak, hogy ezeknek foganatja legyen, mert különben hiába való tevékenységet végeznek. Ez tök mindegy, városrendészet, bárki. A polgárőrséget még azért ide egy picit beleszűném, hogy az iskola őrök mellé nagyon sokat segítenek ők, és jelen esetben állam is szokta a forgalomirányítás, főleg ez iskola a kezdési időszakban, persze ez természetesen a rendőrségnek is egy feladatkörre az adott tanév kezdésénél mindig, de a polgárőrök is sokat segítenek ez ügyben. Igaz, ez kint az iskola épületén, területén kívülre vonatkozó dolgok, de mégiscsak tudják figyelmeztetni akár a szülőt, akár a gyereket, hogyha valami olyasmi dolgot követel, vagy nem úgy közlekedik. Úgyhogy hát igen, ez egy nagyon példaértékű összefogásra kell, meg összehangolásra kell, hogy számot adjon. Mindenképp, ezt támogatjuk is. Sosem lesz népszerű,
de azért az emberek komfortérzete és a biztonságérzete. Igen, de amúgy Tamásnak valóban igaza van abban, hogy maga egy haj... Tehát nem mindig a fizetés a meghatározó egy munka elvégzésnél. Ha valaki úgy érzi, hogy ő abban saját magát megleli, az, hogy értékes az a munka, amit elvégez, az sokkal jobban motiválja arra, hogy ő ebben maradjon. Tehát nem mindig csak a pénz is. Az a baj, hogy tényleg azt látni a rendőröknél, hogy elkapnak valakit, és másnap ugyanúgy kint sétál az utcán. Tehát ezzel van igazán nagy probléma. Tehát a példatatubálással gond van. Igen, igen. Nincs befejező a sztori. Illetve igen. Hát be van fejezve, csak a jobb. Igen, vagy majd be lesz valamikor fejezve, ugye itt óriási probléma nem csak Gyöngyösön, hanem az egész országban a herbál, a drog probléma, teljesen tönkre teszi én szerintem a társadalmat. Tehát ezzel a harcot fel kell venni, mert a társadalom fog lezülleni, és mikor a társadalom lezűlik, akkor nem olyan a cselekvő képessége, ami ennek lenni kell, és ezt komplexan kell kezelni. Tehát ez szerintem a jövő egyik legnagyobb kihívása lesz ez a drog elleni harc. Viszont örömteli hírekkel folytatjuk, Hopoda fejlesztésekkel, hogy mindkét körzetben készültek azért ilyen feladatok. Látványos a Jeruzsálem úti gyermekintézmények és a környezetük változása. Hamarosan befejeződik a beruházás, amelyre már régóta vártak a gyerekek és az óvoda dolgozói is. Mátrafüreden pedig az óvodában energetikai korszerűsítés valósult meg, amellyel a remények szerint sokat spórolhat majd az intézmény. A gyöngyösi óvodák egyébként a közösségi oldalakon is mindig pozitív jelzést kapnak, hogy mi lehet az elismerés titka és mennyire fontosak a gyermekintézmények az önkormányzatnak és a képviselőknek, azt pedig most megtudjuk, mert mind a ketten kivették belőle bőséggel a részüket. Akkor most Ferenczi Tamás képviselő kezdi. Valóban, mióta az iskolákat kivették az önkormányzatok kezéből, így nekünk a kisebb korosztálynak gondozása és ennek építményei, intézményei, pedagógusainak a kapcsolattartása, ápolása, javítása, segítése a fő feladatunk, tehát itt a bölcsőde és óvodára gondolok. Jelen esetben én, amire büszke vagyok, a Jeruzsálem úti gyerekintézmény egy valóban egy komoly felújításon esett át, amit vagyis esik még minimális hátralevő dolgok. Mondjuk vannak. Már el, hogy milyen felújításon. Igen, inkább, hát most, mivel hogy ezt valószínűleg már tudják, meg volt erről szó előző időszakban, ez egy hosszú folyamat volt, ott épületbővítés is volt a bölcsödénél. Inkább az a idei dolgokra szeretnék kitérni, ami idén valósult meg, vagy csapódott az egész projekthez. Ez külső óvodának például külső térburkolata, a zöld felület növelése, értem ez alatt, hogy fák ültetése, akkor óvodába a kerítés mellé sövény, porfogó sövény, minden lehet, hogy esztétikailag meg a zöld felület növelése miatt a hangulata más, új játszóeszközök telepítése, de mondhatok olyat is, hogy belső helység például a tantest vagy a tanári pedagógus szobának a felújítása, felcsiszolása, újrarakkozása, tehát számtalan ilyen apró tehát dolog. Tehát komfortossá tétel, teljes hát ez már modernizálás, mert hál' Istennek olyan visszacsatolás van, hogy szinte már sorba állnak, hogy jöhessenek a jeruzsálemi oktatási intézménybe, mert most olyan szintű lett, mint szolgáltatásban, akár a konyháját említve, a modernizáció, minden, meg a belső berendezéseit tekintve is, hogy a szülők nagyon kedvelik. Hozzáteszem, ezt nem feltétlenül csak azért, mert szép lett, meg szép színes lett, hanem azért az ottani pedagógus és oktatógárda is, úgy ismerem őket, meg hála a jó Istennek, jó a kapcsolati szál, hogy minden tiszteletem az övék, úgyhogy őket is szívesen fogadják a szülők is oda-vissza, ez a kontakt megvan velük is, úgyhogy ezért is kedvelik. És most akkor két óvoda is érintett a képviselő urát, az egyik ugye itt Gyöngyösön, a másik pedig Mátrafüreden, mert ezt is említésre méltó. Az a napokban készült el például, de akkor beszéljünk a két intézményről. Igen, hát a mátrafüredi óvodában volt egy pályázati lehetőség, amit hát épp ott csak meg tudtunk valósítani, mert általában szoktam mindig telefonálgatni, egy kicsit kitérve a képviselői feladatokra, mindig felszoktam hívni az intézményeknek a vezetőjét, hogy mi a helyzet, hogy vagytok, van-e probléma, amit meg kell csinálni, csinálják-e, miben tudok segíteni. És egy ilyen alkalom volt, amikor Erdély Évikét hívtam, és mondta, hogy Tamás, segíts nekem, mert 4 napon belül meg kell írni egy pályázatot. Ez Mátrafüred. Igen, Mátrafüred, így van.
és akkor mondom, jó, akkor szóltam ugye a várostérségfejlesztőnek, hogy segítsenek már a megírásban, és tényleg 4 nap alatt pikpak meg lett a pályázatnak a megírása, hála Istennek meg is nyertük, úgyhogy elindulhatott egy energetikai felújítás, mely maga a fűtőtestünk a cseréjét foglalja magában, plusz ezen kívül még felettek ugye új szelepek szerelve, olyan mérő, ami a hőmérséklet méri, tehát ez is egy nagyon pozitív, hiszen ott egy közös fűtés van a kollégiummal, és jó lenne tudni, hogy mi ebből valóban tényleg mennyit fűtünk, és ez alapján kéne számlázni a óvodának, hogy körülbelül mennyi a fűtése. Tehát itt Füreden, hála Istennek ez megvalósult, most is van egy még egy folyamatban lévő kis falnak az építése, de szerintem a héten az... És újság az óvoda kerítése, mert hogy az az ön két kezének a munkája. Igen, a ceruza kerítés így van. A tavalyi évben egy önkéntes csapattal társadalmi felelősségvállalás keretein belül jött egy 30-35 fős csapat, és velük leszettük a kerítéselemeket, újrafestettük. Volt olyan rész, amit nem tudtunk lefesteni, azt viszont a szülők pótolták be, és akkor ők, tehát ilyen közösségi munkával felújítottuk, tehát ez egy nagyon kis, aranyos kis kerítés, és szeretik amúgy a gyerekek, és sokan turisták is meg szokták nézni, hogy itt található egy ilyen ceruza kerítés. Úgyhogy Mátrafüreden azt gondolom, hogy próbáltunk ebből az óvodából is mindent kihozni, ami maximum lehet, hát és ugye visszatérve itt Epreskert úti Gyöngyösre, Epreskert úti Takovodánál is, ugye ott pedig Edith keresett meg minket azzal, hogy jó lenne egy ilyen mászóka, és itt tényleg a bizottsággal, sok képviselőtársammal együtt próbáltunk segíteni, és hála Istennek itt elkészült a mászóka, gyermekek már használják. Tehát akkor úgy, összhangban van a két vélemény, hogy a gyöngyösi képviselőtestületnek és a városvezetésnek is fontosak a gyermekintézmények. Hát ez nem is kérdés, nem lehet kérdés. Tehát a bölcsöde és óvoda, és akkor most teljesen korszerűen és újszerűen várják a nevelési évet már a nebulók. Azt gondolom, hogy igen, mert rövidesen igen, azt gondolom, hogy igen, és majd érkezik hozzájuk a télapú is. Na hát az még egy kicsit odébb van, de van mit várni. Igen. Ahogy szalad az idő, hip-hop igen, hát van. Viszont a képviselői feladatok is, hát hol népszerűek, hol nem, tehát mondhatnánk, hogy mindenfélét kap a képviselő, meg egyáltalán a közszereplés az egy hálátlan feladat néha, de a körzeti képviselőknek a feladatával folytatjuk, ugyanis útfelújítás, vízvezeték csere miatt vakolatomlás, társasházak falán, tehát meg annyi olyan probléma fordul elő, amelyben a tapasztalatok szerint nem mindig tudjuk, hogy kihez fordulhatunk. Az önkormányzati képviselőktől is gyakran kérnek segítséget olyan esetben, amiben nem ők az illetékesek. Mi is pontosan a képviselő feladata, meddig terjed a hatásköre, milyen esetekben kereshetjük egyáltalán, és milyenekben nem. A körzeti képviselőket erről azért halljunk pár szót, és akkor Ferenczi Tamással kezdjük. Ugye mindennel megtalálják a képviselőt, hiszen a lakosság azt hiszi, hogy ha annak a körzetnek a vezetője, akkor illik róla tudni. Az egy más dolog, hogy illik róla tudni, vagy van-e hatásköre abban a feladatban? Pontosan jól fogalmaz szerkesztő úr, ezt tény és való többször tisztába kell tenni, hogy a lakosok megértsék egyáltalán az egész mechanizmusát a dolognak. Ettől függetlenül, mivel hogy minden egyes képviselőnek elérhetőséget nyilvános, akár e-mail, fogadóra, telefonszám, tehát bármilyen fúron. És például egy fogadóra sem, itt egyikünk sem ragaszkodik, bármikor hívnak, bármikor írnak, akár ez internet, messenger, teljesen mindegy ilyen magánjellegű forráson keresztül is. Tehát innentől fogva, amit nagyon fontosnak tartok, az elérhetőség. Na ezt mi biztosítjuk, nem csak magam részéről, egy jó pár képviselőtársam nevében tudom ezt mondani, akiről tudom, hogy valóban így működteti a munkájához való elérhetőséget. És ez azért jó, mert akár a médián, vagy a neten, interneten keresztül is, akár pozitív, akár negatív jelzés kapok. Én bár mind a kettőnek örülök, megmondom őszintén, mert ugyan van két szemem, de nem láthat minden. És lehet, hogy fölhívja rá a figyelmet, az más kérdés, hogy milyen stílusba, hogy esetleg számon kérő, vagy olyan dolgot. Tehát ez azért megint intelligencia kérdése, viszont örülök neki.
örülök neki, mert ezáltal tudok esetleg lépni vagy mozdulni valamilyen formában. Amennyiben olyan dologgal fordulnak a képviselőhöz, ami nem szorosan az ő hatáskörébe tartozik, annyit tud az ember megtenni, hogy továbbjelzi. Értem ez alatt, megint elmondom, szolgáltatók által végzett javítások, teljesen mindegy, áramszolgáltató, gázszolgáltatás, bármi, fölhívnak egy problémával, mondjuk nem ég egy közvilágítási lámpa. Föl lehet hívni engem is, csak kihagyunk itt egy bizonyos lépcsőfokot, mert nekem én is azt mondom, két dolgot tudok. Vagy közvetlenül fölhívom az áramszolgáltatót, 25-ször, amikor fölveszik, nekem is, mert mint egy magánember úgy csörgök, vagy a hivatali ügyintézőhöz továbbítom. Ő ugyanezt megteszi, őnek is 25-ször fogják fölvenni, mert nem forró drót van, tehát ott is, és majd akkor történik valami. Viszont, hogyha a kedves érintett lakók észleli, hogy ott probléma van, és rögtön a hívóbejelentőt fölhívja, ezt a sok mindent kihagyja. És semmivel nem lesz lassabb vagy gyorsabb ezáltal a folyamat, csak ő gyorsítja meg maga az ügyintézővel való kontaktot, és ez bármire vonatkozik. Ugyanez a társasházi téma és a magánjellegű probléma. Tehát van, amikor magánjellegű dolgokkal hívnak, ami az ő saját benti magánszférájában, telkén, lakásában történő probléma, tehát avval mi igazából nem tudunk. Maximum jó szóval, vagy esetleg egy tanáccsal, hogy ez jogi megoldást kíván, forduljon ügyvédhez, közjegyzőhöz, bármi, ha tudok rá válaszolni. Egyébként ön hány éve képviselő? Hát második ciklusomat töltöm, igen. Ciklus, tehát akkor már van mögötte bőven tapasztalat, hát is pedig. Minden egyes nap történik valami, tehát valamilyen információ, vagy jelzés, vagy számonkérés, meg ilyen is előfordul. Persze. Történik, és én felelősség. Így van, reagálok is, és mondom, hogy ez, hogy közvetlen mindig odaforduljanak, akit érint. Tehát ne keverjék össze a kapun kívüli dolgokat, a kapun belüli, akár a társasházon belüli, mondjuk egy 10 emeletes, ahol 64 lakás van. Egy egyszerű példa, említették, hogy a friss járda, tiszta malter lett és egyebek. Mert a társasházon valamit ott vakoltak, mondom, az aszfaltozáshoz nem kell malter. Mondom, valószínűleg nem a város munkáit végzőek koszolták össze, mondom, de hát maximum tudok segíteni, hogy jelzem, hogy esetleg segítsenek a takarításban, bár nem a város kötelessége lenne ez sem, mint ahogy sok minden sem. Inkább mindig kérdezzenek az emberek. Ezért is tesszük tisztában, igen, hogy mi a hatásköre. De merjenek előbb, kérdezzenek, és utána alkossanak véleményt. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. És akkor még 4 percünk van. Képviselő úr, ön is foglalja össze a tapasztalatait. Ami az igazság, hogy a MÜTV, ugye a önkormányzati törvény nem beszél arról, hogy mi a... Tehát nincs benne konkrét, hogy egy képviselőnek mi a feladata, hanem inkább a képviselő testületnek mi a feladata. Tehát szerintem az alapfeladata egy képviselőnek, hogy a képviselőtestület üléseken részt vegyen, ott elmondja a saját dolgait, a körzetének a problémáit. Ugye ezt képviselő válogatja, hogy mondjuk mennyit foglalkozik a saját körzetével. Én mindig úgy próbálok a saját körzetemmel foglalkozni, mint a saját ingatlanommal, vagy a saját területemmel. Sőt, néha jobban foglalkozok vele, mint a saját területemmel. És én mindig szeretek azért az emberekkel beszélgetni, én rengeteget járok. Szerintem egy héten 2-3-szor végig járom a körzetemet. Általában nekem napi két ilyen segítségkérésem van valamilyen ügyben. Volt már olyan, hogy napi 8-10-re felment, tehát ez egy nagyon komoly számot, már tényleg majdnem, hogy egész nap avval kell foglalkozni, amilyen bejelentések jöttek, és nem minden esetben, ahogy Tamás is említette, hogy ránk tartozik. Sok esetben azt tapasztalom, hogy valaki jelez egy hibát, én konstatálom, hogy jó, valóban tényleg ez hiba, és azt meg kell csinálni, és egy hét múlva kéri számon, hogy mi nincs még megcsinálva. Tehát azért tudni kell, hogy a képviselő az jelzi a hivatalnak. A városüzemeltetési igazgatóság onnan elindít egy folyamatot. A folyamat az, hogy pénzt kell rászerezni, az ugye a képviselő, ha van kerete, még ad, vagy valamilyen forrásból szerzünk rá pénzt, majd utána a kivitelezőt kell rákeresni. A kivitelező mikor ráír és kimegy és megcsinálja, tehát ez mind idő, tehát egy kis türelmet azért kér az ember, hogyha azzal ilyenek vannak. Azzal találkoznak egyébként, hogyha valaki telefonál, hogy csak
el akarja mondani a problémáját, és mondjuk csak beszélgetni. Rengeteg van ilyen. Én amúgy szeretem, mert megmondom őszintén, én eléggé közvetlen ember vagyok, és nagyon sok ismerős, barát is van a körzetben, idős nagyon sok, aki egyedül van. Hát nekem volt olyan esetem, hogy számomra nem családtag, nem, és akkor megkért arra, hogy vigyem már fel őt a szanatóriumba, mert nincs, aki felvigye a tüdőszanatóriumon, semmi gond. Betettem a kocsiba, vittem a cuccát, és akkor érdekes volt, mert nem volt neki senki, és mondta a portán, hogy akkor a Tamásnak szóljanak, hogyha valami gond van. Hát mondom, érdekes, de van még egy ilyen sztorim, az pedig volt egy betörés, és akkor szóltak, hogy hát akkor jelentsem már fel a betörőt, mondom. Én, nem hozzám törtek be, hát ők nem akarnak bíróságra járkálni, és akkor járkáljak én. Testálták a hatást. Igen, és akkor mondtam, hogy hát ez sajnos ez nem működik. Ez nem azért, mert nekem például voltam már több eset, mikor 12 rendőrségi feljelentésem volt egy bizonyos ügyel kapcsolatban. Azért volt, amikor próbáltam ebbe segíteni. Erre mondtam, hogy nem csak népszerű dolgok vannak. Igen. Hát nem egyszerű. Mosolyra húztam a számat tulajdonképpen, mert Tamás emlőben említett ilyen. Hogyne, én telefonon keresztül műtöttem már. Úgyhogy egészségügyi problémátok, ez a bármi tényleg lecsapódik, így kicsit nevetségesnek tűnik, mert aki telefonál, azt ő komolyan mondja, de néha meg átmegy már a beszélgetés humorosba is. Viszont tény is úgy van, hogy jó, szeretik, ha meghallgatják. Lehet, hogy nem tudunk segítséget nyújtani, de vevők vagyunk a kontaktusra, úgyhogy azért is biztatok bárkit is, hogy bátran kérdezzen, merjen, jöjjön, hívjon, nem baj. Legyen tisztában azzal, pontosan. Merre hány méter és hová, és kapjanak pozitív visszajelzéseket. Pontosan, nincs találgatás, nincs ötletelgetés, nincs kavarás a agyakba, a szélhámosságok megszűnnek, hanem tisztán látás van, és akkor a tiszta vizet lehet önteni a mederbe, hogy ennek ez is ez a folyamata, kérem ezt értse meg. Ha nem érti meg, ebben nem tudunk mit kezdeni, mert bizonyos dolgok megvalósulása sokszor nem a mi, sőt nem is a városvezetés sem múlik, hanem lásd kivitelező, mert az is be van távázva, nem csak a városnak dolgozik, még másik ezer helyre, és aki az előbb leadta a megrendeléseket, vagy ahogy mennek tervezési ütemtervek, hát évekre be vannak, mindenki tudja, hogy ezt lehet leragozni, azt hiszem. Magánéletben is tudjuk, ha csak egy vízvezetők szerelőt azt mondja, hogy majd jövök 2-3 hét múlva, de nekem most csöpög a csap. Tehát úgyhogy ezt meg kell érteni a közéletben, meg a városi mechanizmusban is, nem csak kapcsolni kell a magánéleti dolgokhoz. Hát reméljük, hogy sikerült egy kicsit tisztánlátást rakni ebbe a képviselői feladatkörbe. Én köszönöm, hogy itt voltak, és ránk szánták a szombatestét, és a kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, és jövő héten szombaton várjuk Önöket újabb témákkal és újabb képviselőkkel. Köszönöm a figyelmüket, további szép hétvégét, viszontlátásra!